A kék sapkában játszó BVSC együttesét fogadta a Due Mars Graphics csapata a női vízilabda bajnokság elődöntőjében. Az első játék részt a fővárosiak kezdték jobban, ennek köszönhetően minimális, egygólos előnyre tettek szert. A folytatásban egyenlített ugyan a Dunaújváros, de a vendégek sorozatban 3 gólt szereztek, és 2-5-ös állással mentek a nagy szünetre a felek. A folytatásban is a vendégek akarata érvényesült, akik a harmadik negyedben újabb 3 gólt szerezve immár 8-2-re vezettek. A záró játékrészt ugyan 2-1-re megnyerte a hazai csapat, ez azonban csupán az eredmény kozmetikázására volt elegendő, a BVSC végül 9-4-re megnyerte a találkozót. Nekünk mozgásokat kell játszanunk, amik ma nem jöttek be, illetve amik bejöttek is, és fórokat sikerült kapni belőle. Sajnos akkor viszont a fórokat nem tudtuk értékesíteni, ami lélekemelő lett volna, és esetleg arra tudtuk volna kényszeríteni az ellenfelet, hogy változtasson a saját játékán. De nyilván nekünk erősségünk a védekezés, az előző meccset ezért vesztettük el, a legnagyobb erősségünk nem működött. Most működött, nyilván az egy meccs volt, megnézzük a kettőt, összehasonlítom, és biztos találunk még olyat, ami még jobbak leszünk csütörtökre. A két győzelemig tartó párharc állása 1-1, így a továbbjutás a harmadik mérkőzésen dől el, amelyet a fővárosban rendeznek április 27-én.